input and defined it important to clarify these differences in views. Based on your statement, in terms of development, to species can be considered more advanced that are capable of surviving and enduring in the long term, whether for hundreds of thousands or even millions of years. The adaptability and survival strategies of individual organisms indeed play a fundamental role in how successful and advanced they are in a given environment. Survival comes with certain environmental challenges and changes, and the species that can effectively respond to those can survive in the long term and thrive. Throughout evolution, natural selection has shaped the adaptive mechanism that enable organisms to survive and reproduce in changing circumstances. Arguing along these lines, species that can persist and adapt to environmental changes in the long run can be viewed as more advanced. Thus, adaptive capacity and survival strategies are crucial in assessing development. Thank you for sharing this perspective. If you have any further questions or comments on this matter, I am here to provide more information and engage in further interesting and productive discussions on this topic. Fordíts vissza az utóbbit maja nyelvre is szó szerint. Kérem, itt az angol nyelvű válaszod szó szerinti visszafordítás a magyar nyelvre. Köszönöm a bejegyzésedet, és fontosnak tartom tisztázni ezt a nézetkülönbséget. A te kijelentésed alapján fejlettebbnek tekinthetők azok a fajok, amelyek képesek túlélni és kitartani hosszú távon, akár százezreket vagy akár millió évet is. Az egyedek alkalmazkodó képessége és túlélési stratégiái valóban alapvető szerepet játszanak abban, mennyire sikeresek és fejlettek a megadott környezetben. A túlélés bizonyos környezeti kihívásokkal és változásokkal jár, és azok a fajok, amelyek hatékonyan tudnak reagálni ezekre, hosszú távon képesek túlélni és virágozni. Az evolúció során a természetes kiválasztódás segít kialakítani az alkalmazkodási mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik az élőlények számára, hogy változó körülmények között túléljenek és szaporodjanak. Az ilyen érvek mentén azt lehet mondani, hogy azok a fajok, amelyek képesek kitartani és alkalmazkodni a környezeti változásokhoz hosszú távon, fejlettebbnek tekinthetők. Így az alkalmazkodó képesség és túlélési stratégiák meghatározóak a fejlődés értékelésekor. Köszönöm, hogy megosztottad ezt a nézőpontot. Ha további kérdéseid vagy megjegyzéseid vannak ebben a témában, itt vagyok, hogy további információval szolgáljak és részt vegyek további érdekes és produktív beszélgetésekben erről a témáról. Jó. Good.